Gyorsított eljárással tárgyalja a képviselőház az energiadrágulás kompenzálásáról szóló sürgősségi kormányrendeletet. A gyorsított eljárás Alfred Simonis beszédes honlapja kérte hétfőn a plénumban. Holnap tárgyalja a képviselőház plénuma az energiadrágulás kompenzálásáról szóló sürgősségi kormányrendelet jóváhagyó törvénytervezetet. A szakbizottságok ma vitatták meg a jogszabályt. A törvény gyorsított eljárású tárgyalását Alfred Simonis, a Szociáldemokrata Párt képviselőházi frakció vezetője kérte. Mint fogalmazott, a jogszabályt még ezen a héten el kell fogadnia a plénumnak, hogy az államfő november 1-jéig ki tudja hirdetni a törvényt. Nem várhatunk tovább, sürgősen meg kell szavaznunk ezt a törvényt, hogy a villamosenergia és a gázárának növekedésével megbírkozni képtelen fogyasztókat támogatásban részesíthessük. Florin Román ügyvívő házelnök felkérte az illetékes szakbizottságokat, hogy lássanak neki a tervezet megvitatásának. A szenátus által elsőházként elfogadott jogszabály értelmében 2021. november 1-je és 2022. március 31-e között a háztartási fogyasztóknak a földgáz esetében 25%-ról 33%-ra emelték a megtérítés szintjét, a villamos energia esetében pedig 1650 kWh fogyasztásig is megemelték a kompenzációt.